Üdvözlök mindenkit, egy hiánypótló videóval érkezem. Igaz, hogy a genetika már volt pár esetben téma, viszont ilyen jellegű összegzés még nem volt, és szerintem már tőlem sem lesz. Úgyhogy becsüljétek meg, vagy becsülje meg az érdeklődő. Ugyanis most egy olyan kördiagram ábrát készítettem el, ami nagyjából jelzi, hogy az ős magyarság apai ágon, tehát itt a 9. századi magyarságra gondolok, előkelő sírok kapcsán milyen népelemekből tevődött össze. Tehát már akkor is egy eléggé színes kompánia voltunk, amit a Kárpát-medencében csak tovább színesedett, és itt ebben a videóban nagyon sok olyan témát kifejtek, ami izgatja a jelenkor magyar őstörténet kutatóit, elsőbb az amatőröket. Vágjunk a közepébe, aztán majd visszaollózzuk a elhagyott részeket. Rögtön jelezném kék színnel fönt az észak-ázsiai összetevőt, amire a magyarázat az gyakorlatilag annyi lenne, hogy a szkíták a bronzkor folyamán elkezdenek kelet felé terjeszkedni. És a mai Tuva, Mongólia, Altáj, Szibéria, Burjátföld vidékén a helybeli őslakossággal alkotnak tőzszövetségi rendszert. Most egyelőre majd legyünk ennyiben, persze majd aztán a több tőzszövetség majd birodalmat alkot, ma úgy mondanák, hogy császárságot, hiszen egy királyok királya mindig volt, például a Siung-Nuhun birodalom esetében Bátor, aki Mautunként kerül be a kínai évkönyvekbe, és ezek azok az ázsiai DNS markerek, hogy Q1, a C, N, M 2008, egyébként a C-nél megjegyzem, hogy ez nem a Neparácki találta honalapító között, hogy a zavarok közt talált ilyet, hanem Fóti Erzsébeték is végeztek egy ilyen DNS vizsgálatot, csak ez nem lett publikálva. De mivel Fóti Erzsébetnek szeretem az antropológiával kapcsolatos megnyilatkozásait, munkáját, ezért aztán én ezt betettem. Tehát kettővel több adat szerepel, mint a Neparácki kutatás, mert a másik, az a harmadik Béla, azt is betettem, ugye ezt az Olasz Judit szekvenálta magyar részről, meg ugye a göttingeniek is. Tehát azt lehet mondani, hogy ez a világos kék szegmens, ez az észak-ázsiai szegmens, ez a magyarság esetében nem feltétlenül magyar nyelvű összetevő kell lett légyen, és hát mindösszesen 12,9%-nyi részesedése van. Alatta a lényeg a mag, a szkíta. Gyakorlatilag hasonló arányú a ős magyarságnál ez a szkíta eredet, szintén 12,9%, na de ez a mag. Tehát például ugye az Árpádház ide tartozik, az eredje az E21-23-mal, aztán két eredje az E21-24-es honalapító szintén ide tartozik, akikről tudva levő, hogy erről a mutációról, hogy ennek az almutációja lenne az E21-23, és ez összeköti a hunokat, avarokat, magyarokat, tehát ez mind a három népességnél megvolt. Ez az egy, ami mind a háromnál megvolt. Illetve létezik még az R1B-nek egy L23-as változat, ez a kurgán kultúra, afanaszjevói kultúra kapcsolatára utal, ugye Jamnaja kultúra, afanaszjevói kultúra, és ez is ugye keletre elvándorlás eredményeként kerül be a hunok etnogenezisébe, ugye keleti szkíta, az is hun gyakorlatilag. És odaírtam, hogy Siung-Nu a kettő együtt, tehát az észak-ázsia és a szkíta, hát ezt az előbb kifejtettem, ugye szkíták keletre mennek, és többek között a Siung-Nuhun birodalmat is ők alapítják, tehát mi, magyarán szólva. A szkíták alatt állt az úgynevezett Szabír-Sumér, ami Neparácki Endre közel-kelet-kaukázusiba sorol, DNS markerek. Ide tartozik a G2A2B, a J2A2 és a J1. De most az első kettő az Európában is ugye elterjed, de hát tudva levő, hogy közel-keleti kaukázusi eredetűek, és illetve a J1-nél még az is egy érdekesség, hogy a szarmaták között előfordul. És hogyha a szkítákat, elhagyva ezt az észak-ázsiai vonalat, ugye, tehát nem a Siung-Nu-ból indulunk ki, hanem csak a szkíta komponenssel, aki most ebben az esetben nem az észak-ázsiaikkal kooperál, hanem a
közel-kelet-kaukázusiakkal, tehát a szabi sumérokkal, akkor megkapjuk a szarmatát. Tehát ilyen halmazszerű az egész, hogy az két alkot eleme a hunnak is, és a szarmatának is. Csak a szarmaták esetében ugye ezeket a G és J1 markereket találja. Tehát ott a sumér területekről, a szabi területekről történő elvándorlás, amit Hóman Bálint Fekete Alánnak mond, ez gyakorlatilag a szarmatáknál szívódik fel. Tehát így már a jelenlegi rendelkezésre álló DNS-ek alapján megint kapunk egy érdekes összetevőt, tehát a szkíta plusz szabi és sumér az a szarmata, az észak-ázsiai plusz szkíta egyenlő szíú nu, vagyis ázsiai hun. Jó, akkor most hát édes hazánk a Kárpát-medence következik, ez a legnagyobb összetevő egyébként. A sárgával és a sötétkékkel jelölt sajtszeleteket figyeljétek, a PCL kukuteni kultúra, melynek markerei az I2 a L621, az I2 a M423 és az LV13, ami bár észak-afrikai közel-keleti keletkezésű, de inkább közel-keleti, szintén a Balkánon telepszik meg, és eléggé korán beivódik a például a Kárpát-medencei kultúrákhoz is. És ide a PCL kukuteni nyugodtan lehetne még ugye a Kőröstől, a Tisza, Polgárcsőszhalom és az egyéb más ugye öreg európai vagy ókárpáti, azért nem mondom őskárpátinak, mert ez ókárpáti, tehát a neolitikus forradalom utáni állapotok, tehát például a PCI kultúra az részkori. A PCI kultúrán még el kell mondanom, hogy a trójaiakkal analóg. Tehát a PCI-ek a trójaiak ősei, lehet így fogalmazni, aztán visszavándorlás, odavándorlás, stb. Sőt, mert ugye a szikamberek, nem megyünk bele ebbe a témába, de a péceliek nagyon nagy temetője, a legnagyobb, több mint 400 sírt álltak fel, ugye az Budakalásznál, Korek József és Sopron és Ádor Nemzeti Múzeum régészeit állják fel, de Kalisz Nándor ír elő könyvet, Agyagistenek címmel említi Tróját a péceli kultúrával kapcsolatban, mégpedig az X pántos ember alakú urnák kapcsán. Zsinórdisztest is meg kell említeni, ugye ez az, amit előtt, ezt a kettőt, a kéket, a sárgát előszeretettel szlávozzák, hiszen a ma élő számoknál, mivel földrajzi elhelyezkedésük szintén Balkán, Közép-Európa és Kelet-Európa megtalálható, ezért ezt szlávnak mondják, pedig nem. Tehát a zsinórdisztes szláv kultúra, hát ez a mai Kelet-Németország, Lengyelország, tehát a Kárpát-medencétől észak-észak-keletre eltérő területeken volt ez a kultúra. És talán még ennek a kultúrának az őse kapcsolatban hozható a szkitáknál jelenlévő eredjával is, ugye a Szintasta Andronovó Szrubnaja révén. Most direkt nem ezeket a neveket adtam ennek a szegmensnek, hanem egyszerűen csak szkitának, hiszen az oda vezetnek ezek a kultúrák. Tehát ez rokona a szkitának természetesen a mai szlávoknál dominál, ahogy az I2A is, de mondom még egyszer, ez a szlávokba is belekerült valahonnan, és ez a valahonnan ez a zsinórdiszes kultúra lesz. Ennek Carterware az angol neve, a Pécelnek Baden, a Kukuteninek meg Tripolje kultúra, valakit bővenben érdekel. Aztán a zöld szegmens, ja egyébként azt elfelejtettem mondani, hogy a Baden kultúra kukuteni szegmens az 25,8%, tehát ez a legnagyobb, a Carterware meg 12,9%, tehát ugyanannyi, mint a szkíta és az ázsiai együtt, külön-külön nézve. Hát a germánok szintén 12,9%, hát itt mondani se kell, hogy a hunoknál már megjelennek, mint szövetséges, én még ide tettem a skandinávot is, hát nyilván a skandinávot, meg a Kárlend vért, vagy a zsinon díszeset ki lehetne hozni kievi orosznak is, de ugye én mélyebben egy régebbi összetevőt ismertetek, és hogy a germán, mivel a skandinávok elsősorban germán nyelvű népek, azért mondom, elsősorban germán nyelvű, mondjuk a finneket hagyjuk, a varégok lehajóznak a magyarorosz vidékekre, és ugye kievi rusz, az az ő alkotásuk, más késő szlávokkal, meg egyéb más népekkel, de a vezető réteg az ez a skandináv származású. Aztán van egy kis kelta is, ugye a sötétkék, vagy a legsötétebb kék és a legkeskenyebb sajtszelet. Hát ez 3,9
2% a honalapító. Őseink között ugye romanizált kelták, elsőbb a Pannoniába éltek, ugye ezek a temetők, ezek nem onnan valóak, ugye elsőbb a karosi temető döntően, egyéb mással kiegészülve, de jelen vannak még itt is a keltákra utaló génmarkerek. Aztán van egy nagyon érdekes volgai finn, ami szerintem az oroszokkal, vagy a Magna Hungária beli tartózkodással kerül a magyar etnogenezisben be. Ez az N1, a Z1936, hát ez olyan 9,6%-nyi a 9%-nyi magyarság esetében, és hát nagyjából ennyit szerettem volna mondani. Természetesen lehetett volna még egyéb más ilyen halmazokat létrehozni. Felvetődik a kérdés, hogy milyen kapcsolatban állunk elsőbb a türköknél jelen, vagy őstürköknél jelenlévő észak-ázsiai vonallal, hát azt már említettem. Én ezt kíta réteget tartom magyar nyelvűnek, bár szeretik ugye indoáriának, indoeurópainak beállítani, holott a szkítán belül az csak egyik összetevő, a másik az nem. Én azt talán az L23-at egy ilyen indoáriának tudom tekinteni, de az eredja az E21-24-23-at biztos nem. Aztán a szabír sumér komponense egyértelműen ragozó nyelve, hogy a péceli, kukuteni és a zsinondiszes kultúrát is ide sorolnám. Tehát a előszkíták rokon kultúrái, vagy valamilyen szinten régi, ősrégi népek ugyanúgy egyfajta ragozós ősnyelven beszéltek, mint mi, mai magyarok, vagy legalábbis nyelvünk eredete ide nyúlhat vissza. Hát köszönöm a figyelmet, ennyit szerettem volna elmondani, úgyhogy peace. Thank you.